ez lejön, és majd növekszik a másik. Könnyen válik le a kéregenről, a fenyőről, a kálló semjé mellett. Ez a mintegy 60 éves fa betegségben szenved sok másikhoz hasonlóan. A kéreg alatt szú és más rovarfajok telepednek meg, a teljesen legyengült növények pedig végül elpusztulnak és kidőlnek. Itt a nyírségben az erdei és a fekete fenyő az elterjedt, ezek a homoktalajon is megélnek. Nem túl igényesek, az elmúlt években mégis ezekre is hatással volt a klímaváltozás. Ez a két faj, az erdei fenyő, a fekete fenyő, az nem igényli azt a klasszikus fenyőklímát, amit sokan képzelnek, tehát nem a magas hegységek fafajai elsősorban, hanem az ilyen alföldi, szárazabb körülmények között is meg tudnak élni. Viszont a nyári csapadék hiánya és annak az eloszlásbeli anomáliája azt eredményezte, hogy sajnos több gombabetegség, illetve rovarkárosító is megjelent az elmúlt években, ami a fenyőfák legyengüléséhez vezetett. Ez egyfajta kárláncolat. Az egyed legyengülésével előbb eltűnik a tűlevél a fákról, aminek következtében nyitott lesz szalomkorona, így még több párat száll el, a fák pedig elszáradnak. Az átalakuló klíma negatív következményeit a fenyők hosszabb távon is megérezhetik. Hogyha ez a tendencia folytatódik, amit az elmúlt 10 évben tapasztalunk, tehát hogy egyre melegebbek a nyarak és egyre rosszabb a csapadék eloszlása, akkor valószínűleg az fogja eredményezni, hogy az amúgy is gyengébb vagy rosszabb termőhelyre telepített fenyők el fognak tűnni hazánkból, és felváltja őket azok a lombos fafajok, amiket az erdész kollégák majd ültetnek helyette. Ebben van jelentősége a telepítési stratégiának. A szakemberek megbecsülik a vágáskoruk idején, milyen lesz a klíma, és olyan fajokat ültetnek, amelyek jobban megfelelnek a változó éghajlatnak, így szárazságtűrőbbek. Ezek helyére például később akácok kerülhetnek. Ezek pedig már az Ausztráliában tomboló tüzek képei. A hetek óta tomboló természeti katasztrófa és a fenyők pusztulása közötti kapocs a klímaváltozás. Mindkettő fő oka ebben és az ennek hatására melegedő óceánokban és tengerekben keresendő. Az óceánoknak az energiatartalma annyival nőtt meg, mintha 3,6 milliárd hiroshimai atombombát robbantottuk volna föl. Ez rengeteg. Na most ebből az következik, hogyha több energia van a légkörben, akkor a szelek is erősebbek lesznek. Mondjuk egy északi áramlat jobban le tud délre, és ugyanúgy egy déli áramlat északra. De nem csak, hogy a távolság, amit megtesznek, hanem az energiatartalom miatt ugye meg is változik az áramlás. A tanszékvezető hozzátette, Ausztráliában is megváltoztak az áramlatok, aminek hatására 3-4 éve egyáltalán nem esett az eső ott, ahol a nagy tüzek vannak. Ebből ugye az következik, hogy kiszárad minden. Viszont ha ugye visszagondolok, múlt vasárnap Sydney környékén 48,9 Celsius fok volt. Tehát van egy száraz anyagom, ez a fa, van egy nagyon meleg régáramlat. Ugye mit szoktunk csinálni, amikor szalonát sütünk és nem ég rendesen a tűz? Oda megyünk és megfújjuk. Na most képzeljük el, ilyen forró levegőt 80-90 km/h szél fúj. Szegény tűzoltók nem csoda, hogy nem tudják eloltani. Az ausztrál tüzeknek már több mint 2 tucat ember és mintegy 1 milliárd állat esett áldozatául. Otthonok ezrei pusztultak el, és még nem is látni a pusztítás végét. A következő hetekben ráadásul tovább súlyosodhat a tűzvész.